Már most érezhető a Jáki úti temetőben a forgalom növekedés, a megye legnagyobb sírkertjében több mint 30 ezer sír van, a hozzátartozók igyekeznek időben rendbe tenni szeretteik nyughelyét. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a legtöbben Minden Szentek napján érkeznek, de a látogatók 70%-a az azt megelőző hosszú hétvégére várható. Most a beállítási rend 23. hétvégén az nagyon jól alakul, hogy így mondjam, a temető látogatók részére. Az erre beállítási engedéllyel rendelkezők, azok végül is ugye 23-án, pénteken, szombaton, vasárnap egész nap be tudnak hajtani a temetőbe, tehát akik rendelkeznek ezzel a beállítási engedéllyel. Minden Szentek ünnepén természetesen az utak egyirányos üttást el fogjuk végezni. Az utcai árusok és a kertészetek is felkészültek az emlékezés ünnepére. Az ilyenkor közkedvelt krizantém többféle fajtája különböző méretekben díszítheti a sírokat. A koszorúk elkészítésénél pedig szempont az is, hogy a díszítés ne menjen tönkre idő előtt. Ennek ugye az az előnye, hogy nincs rajta semmilyen zöld, és nem hullik le. A fenyő zöldelést azt mindig csak október 15-e után kezdjük, ez mindig időjárás függő is, ahogy megjön a hűvös idő, ugye, hogy minél tartósabb legyen. A Vas megyei temetkezési Kft. A kőszegi és a csepregi temető mellett Szombathely 7 működő és 5 már lezárt sírkertjét tartja fenn. A legtöbb látogató a Jáki útra érkezik ilyenkor. Az igazgató a járványügyi előírások betartását kéri. Távolságtartást feltétlenül tartsuk be, amennyiben úgy gondoljuk, igaz, hogy szabad térben vagyunk, de azért mégis használjunk maszkot, és vigyázzunk egymásra. A várható tömegben érdemes figyelni az értékekre, azokat ne hagyjuk felügyelet nélkül. A közlekedést rendőrök, közterület felügyelők és polgárőrök segítik majd.